köszöntöm Önöket. Szeptember 1-én visszavonhatatlanul megkezdődött a 2012-2013-as tanév szerte az országban, nem volt ez másként sem. A karcagi Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégiumban mai vendégünk Gyökeres Sándor, az iskola igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm a televízió nézőit, és köszönöm a meghívást. Hogyan élték, túlélték-e a diákok ezt a traumát, hogy ismét becsengettek az iskolában? Hát igen, azt hiszem túl, mert többségük ott ül a iskolapadokban, és most még a kezdeti lelkesedés is megvan, úgy érzem, a tanulóink között, hiszen egy új tanév azért mindig a új osztálytársakkal való találkozás, illetve a régi osztálytársakkal való találkozás örömével indul. Beszéljünk egy picit a tavalyi tanévről, a 2011-2012-es tanévről. Utoljára az írásbeli érettségi vizsgák első napján beszélgettünk. Igazgató úr, hogy sikerültek az érettségik a Szent Annaiban? Iskolánk 4 érettségi vizsgát bonyolított le, és 3 szakmai vizsgát is emellett persze. Az érettségi vizsgák voltak a kiemelkedően jó eredménnyel záruló vizsgák, és természetesen voltak gyengébb eredmények is. Nekik sajnos majd a érettségi vizsga javítását vagy megismétlését kell megcsinálni, és úgy gondolom, hogy ez az őszi vizsga időszak ez majd erre fog szolgálni nekik. Ez milyen számban fordult elő? Elenyésző volt-e az érettségizők létszámát tekintve? Hát a teljes létszámhoz képest igen, de volt olyan osztály, ahol azért az a 6-8 fő az elég jelentős aránynak számít. Történt-e valami rendkívüli esemény az érettségik alatt? Nem, rendkívüli esemény szerencsére nem volt, tehát nem használtak, nem megengedett eszközök. Hogyan sikerültek a felvételik? Mit lehet erről tudnunk? Van-e valamiféle statisztikájuk? Hát a felvételi vizsgáink azok lezárultak, tulajdonképp már a májusi beiratkozáskor eldőlt, hogy hány tanulónk lesz várhatóan. Most ebben a tanévben 517 tanuló. Egy pillanat, arra voltam kíváncsi, majd ezt utána részletezzük, a felsőoktatási felvételikre gondolva, tehát erre van-e valami visszajelzés? Arra még kevés visszajelzésünk van, tehát néhány esetben tudjuk, de ezek inkább egyedi esetek az eredményeket, ezek lassabban érkeznek meg az intézménybe, és nem is egyenes csatornákon sokszor, hanem közvetett értesüléseken keresztül. Hogyan telt a nyár, dolgoztak-e, bejártak-e az intézménybe? A nyár természetesen a fölkészülés jegyében telt, hiszen pályázatot is nyert az iskola, azzal kapcsolatosan is voltak teendőink, és természetesen a nyári karbantartás is egy elég komoly szervező és végrehajtó munkát igényelt. Ennek a karbantartó munkának a keretében a dolgozóink megépítettek mindegy 100 méter kerítést, felújították a kollégiumunk vizes blokkjait, 3 eddig használaton kívül lévő szobát újítottak föl teljesen, és ezzel növeltük a kollégium kapacitását vagy férőhelyeinek a számát. Erre nagyon komoly szükség is volt, hiszen a kollégista tanulóink létszáma az elég erősen növekedett. Milyen pályázaton vettek részt? Említette az előbb, hogy egy pályázattal kapcsolatban a határtalanul pályázatra adtunk be 2 pályázatot, az egyiket elutasították, de a másik az nyert, illetve most előkészítés alatt áll a jövő héten hétfőn határidős szakképzési fejlesztési célokat szolgáló pályázatunk, amelyre szeretnénk szintén nevezni. Hogyan működik most az iskola nyáron? Tehát amikor még mi voltunk középiskolások, akkor mondjuk én nem abban az iskolában jártam, de ugye azért voltak ismerősök, hogy voltak nyári gyakorlatok. Kell-e még a diákoknak nyári gyakorlatokon részt venniük a szakközépiskolásokra gondolván? Természetesen kell, tehát a szakközépiskolai osztályaink, azok, ők részt vesznek nyári gyakorlatokon. Edeknél van egy meghatározott tematika, egy oktatási tanmenet, ha úgy tetszik, ami szerint elvégeznek különféle feladatokat. Ezek azonban elsősorban gyakorlatias feladatok. A szántóföldi munkákban vesznek részt, illetve a hasonló jellegű képzettségűek, illetve a többieknek pedig az adott szakmához kötött feladatokat kell elvégezniük.
A szeptember 1-én csengettek be ugye önöknél is, előtte mennyivel kezdtek el bejárni az iskolába, mennyivel kezdtek el dolgozni? Hát kicsit több mint 2 héttel előtte már bejártunk, hiszen véglegesíteni kellett a tantárgyfelosztás, órarendet készíteni. Azt kérdezni, hogy ilyenkor milyen feladataik vannak? Tehát elég sok olyan feladat volt, amit el kell végezni ahhoz, hogy zökkenőmentesen indulhasson a tanév, és hát sok új feladatot adott ugye az is, hogy a köznevelési törvény bizonyos pontjai már életbe léptek, és megjelent a nyáron a köznevelési törvény végrehajtási rendelete is. Ezek milyen feladatok voltak? Elsősorban most még a tantárgyfelosztást érintő feladatok, hiszen is órarendet, hiszen a mindennapos testnevelés volt talán a legsürgősebb, amit át kellett szervezni a 9. évfolyamokon, tehát az, hogy minden nap legyen egy testnevelés órájuk. Ehhez személyi feltételek biztosítása, eszközrendszernek a megteremtése is egy szoros órarend kellett, amellyel meg tudtuk valósítani, hogy minden tanulónk teljesíteni tudja az elvárásokat ezen a... Hogyan oldották meg ezt a 9. évfolyamban kötelező mindennapos testnevelés órát? Ugye hallottunk olyat, hogy délelőtre építik be, illetve hallottam már olyan verziót is iskolánként változóan, hogy délután tömegsport keretében. Önök hogyan tudták ezt megvalósítani? Kellett esetleg új testnevelő tanárt fölvenni az iskolába? Mi azt választottuk, hogy a tömegsportot nem, de a sportköröket működtetjük az intézményben, és hogy biztos, hogy meglegyen az 5-es nevelés óra, órarendbe építve testnevelés óráként vesznek részt rajta a tanulók. Ez természetesen egy része délelőtt, egy része a kora délutáni órákra esik, attól függ, hogy az órarend készítő program hová tudta ezt az órát betenni. Testnevelő tanárt vettünk föl a nyáron egy főt, aki a egyébként is növekvő testnevelés órákat elláthatja. Hogyan fogadták ezt az újdonságot a diákok? Van esetleg valami visszajelzésük, vagy örülnek neki, hogy 5-es nevelés óra van, addig se kell mondjuk magyar órán vagy matematika órán ülniük, illetve mondjuk a felsőbb évfolyamosok szeretnék ezt, hogy minden nap legyen nekik is testnevelés órájuk, tehát nem okoz ez esetleg feszültséget a diákok között? Hát nem hiszem, hogy feszültséget okozna. Az az igazság, hogy változik ez, hiszen ahány ember annyiféle módon gondolkodik, tehát a tanulók egy része örült neki, más részük pedig elfogadta, mint a megváltoztathatatlan dolgok egyikét. A felsőbb évesek pedig, akit érdeklődik, tehát aki szeret mozogni, annak az iskola eddig is biztosított, és ezután is biztosítani fogja, hogy sportkörökben vegyen részt, és ott a mozgásigényét kielégíthesse. Akkor beszéljünk az új tanévről. Hány tanuló kezdte meg az idén a tanévet? Tehát gyakorlatilag mennyi az ősztanulói létszám? 517 tanulója van jelenleg a iskolának, 490 fő nappali tagozatos, ebből 195-en gimnáziumi képzésben vesznek részt. Itt a legnépszerűbb képzésnek a belügyi rendészeti képzés számít, és a nyelvi tagozatos gimnáziumi képzésünk a másik gimnázium. Ide általában nagyon jó tanulmányi eredménnyel jönnek a tanulók, kevesebben jelentkeznek, de az a tapasztalat, hogy jó a tanulmányi eredményük. Ezt az elmúlt év végi osztályi statisztika, tanulmányi statisztika is igazolta, hiszen a 3 legjobb tanulmányi teljesítményt a 3 gimnáziumi nyelvi tagozatos gimnázium osztály biztosította. Hány első osztály, pontosabban hány 9. évfolyamos osztályt indítottak, és hány fővel? 4 kilencedikes évfolyamunk indult. Most pontosan nem tudom megmondani, azt hiszem 119 fős a teljes, tehát 9. évfolyamoknak a fölvett 9. évfolyamos tanulóknak a létszáma. De ez nagyon jó, mert így iskolánként így két osztályokat lehet hallani, hogy indítottak. Hát most mi ilyen szempontból szerencsések vagyunk, mind a 4 osztályt sikerült indítani, és hát sajnos az évismétlők a osztálykeretet általában felduzzasztják olyanra, hogy teljes engedélyezett osztály létszámot érik el. Csökkent vagy nőtt a tanulói létszám az előző évhez képest, vagy az előző évekhez képest? Hogyan látják? Az elmúlt évhez képest kismértékben csökkent. Ez 8-10 fős különbséget jelent. A korábbi évekhez képest a növekedés megmaradt. Mely szak volt a legnépszerűbb a felvételi eljárásokat tekintve?
Ki lehet azt mondani, hogy a belügyi rendészeti szak. Igen, igen. Tehát a belügyi rendészeti gimnáziumi képzésre tudunk a legtöbb tanulót fölvenni, de mindjárt mögötte ott van a mezőgazdasági gépésztechnikus szak, amely, ha most nem is önálló osztályként indult, de akár úgy is indulhatna, hiszen létszámokat tekintve a minimális osztály létszámot elérik. Népszerű még az informatika és a környezetvédelmi szakunk is. Említette, hogy vannak ugye nappali tagozatos diákok, ezek mellett levelező vagy esti tagozat működik, és ezek hogyan működnek? Levelező tagozatos felnőtt képzésünk van, csökkenő létszámmal, tehát kifutó jelleggel működik, most 11. évfolyamos a legalacsonyabb évfolyam, és ők 27-en vannak összesen. A térítési díj és az, hogy hetente egy napot a munkából távol kell lenni, egyre komolyabb nehézséget jelent azoknak, akik ebben a képzési formában szeretnének részt venni. Milyen az aránya a karcagi, illetve a vidéki diákok között? A elmúlt évekhez képest ez változik talán a legerősebben. Ebben az évben körülbelül a 9. évfolyamokon 50%-ra mondhatom, 50% a karcagi és 50% a vidéki tanulók aránya. Kiterjedett, kitolódott a beiskolázási körzete az iskolának. 62 kollégista diákunk volt az elmúlt évben, most 106 fő van. Tehát egy elég erős növekedés van, tehát szükség van a kollégiumi férőhelyekre. Hogyan működik a kollégiumuk? Hát a kollégium elég szép felújításokat tudtunk rajta csinálni. Úgy gondolom, hogy sikeresen fog működni, hiszen nagyon sok szabadidős elfoglaltságot teremtettek meg. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen a napi menetük, hogy le kell leülni, van-e ilyen tanulószoba, tehát manapság hogy működik egy kollégium? Természetesen van egy 3 órás szilencium szünettel, amelyben a tanulók tulajdonképpen másnapi órákra készülnek, azonban akinek a tanulmányi eredménye megfelelő, neki már nem kell ebben részt venni, tehát ő szabadon oszthatja be az idejét, de emellett természetesen van lehetőség tömegsportra. Az elmúlt évben átadtunk egy számítógépes termet, amely a kollégiumi foglalkozásokat, illetve szabadidős elfoglaltságokat szolgálja. Emellett működik a kollégiumban filmklub és különféle szakkörök, például ilyen barkás szakkör, amilyen otthon előforduló problémáknak a egyszerű megoldására ad ötleteket az érdeklődőknek, és egyéb más foglalkozásokat is szerveznek a kollégiumi nevelő kollégák. Tehát akkor ezek az elfoglaltságok, ezek olyanok, hogy ilyen szakköri kereteken belül valósulnak meg, és az iskola mondjuk nappali tagozatos diákjai is részt vehetnek ezeken, vagy az úgy egy kicsit külön rendszerben működik? Külön rendszerben működik, tehát ez a kollégiumi szabadidős elfoglaltságra készül. Szakköri foglalkozások természetesen vannak az iskolában, az iskola minden diákja számára elérhető formában. Hát tantárgyhoz kapcsolódnak, tehát matematikai szakkör, ami elsősorban tehetséggondolás, de van korrepetálás jelleggel is, nyelvi beszédgyakorlati szakkörök vannak, és vagy foglalkozások, és ezen kívül ilyen mezőgazdasági gépek felújításával foglalkozó szakkör is működik, illetve most indul be ebben az évben, és természetesen a 16 sportkör. Tanári, illetve dolgozói létszámot tekintve milyen változások történtek a nyár folyamán? Az előbb említett, hogy egy testnevelő tanárt fölvettek, ezen kívül történt-e valami? Volt elvándorlás, jöttek-e új pedagógusok? Igen, elég komoly mozgás volt ebben az évben. 40 fő pedagógusunk van, 6 fő óraadó, 7 tanárkollégát vettünk föl a nyáron, és 2 óraadó segíti pluszban a munkánkat az előző évekhez képest. Ez a 7 tanár, ez plusz a létszámon fölül, vagy elment? Általában valakinek a pótlását szolgálja, tehát a kiesését oldottuk meg így. Többen vannak, 3-an, akik hát családi örömök elé néznek, és gyermekgondozási szabadságra mennek, illetve vannak 2, akik nyugdíjba vonultak, és van, aki egyszerűen elment és máshol dolgozik most. Tudjuk azt, hogy ugye évről évre egyre kevesebb gyermek születik, egyre kevesebb a, hát tanárok így szokták ezt fogalmazni, hogy egyre kevesebb a gyermekanyag. Hogyan látja
azt, hogy hogyan tudják majd népszerűsíteni ebben az évben az intézményt, mi a stratégia, tartanak-e nyílt napokat, bemutatóórákat, milyen fórumokon fognak megmutatkozni? Természetesen nyílt napokat szervezünk ebben az évben, és ezt minden évben meg szoktuk szervezni november közepén, 11-án, és ezen általában bemutatkozik az iskola, foglalkoztató jellegű nyílt napokat szervezünk, amely azt jelenti, hogy a résztvevők, akik meglátogatnak bennünket, aktívan vesznek részt ezen a nyílt napon, ők is kapnak játékos feladatokat, esetenként kipróbálhatnak bizonyos eszközöket az intézmény eszközrendszeréből, és megmutatjuk, hogy milyen módon folyik az oktatás az iskolában. Ezen kívül részt szoktunk venni különféle beiskolálási szülői értekezleteken, beiskolálási fórumokon, amelyek általában Szolnokon, Abátszalókon, Karcagon, tehát viszonylag több helyen szerveződnek, és ilyen beiskolálási körutakkal is meg szoktuk látogatni azokat az iskolákat, ahonnan az eddigi tapasztalatok szerint tanulók érkeznek hozzánk. Ő miben látja az iskola erősségét, ha most engem meg akarna győzni, hogy én menjek oda tanulni, mit mondana? Hát a legnagyobb erősség az mindig az, hogy egy iskola olyan területeken képez, amely ha valamilyen szintig biztonságosan biztosítja azt, hogy el tudjon valaki helyezkedni, tehát hogy vagy munkahelyet, vagy továbbtanulási lehetőséget nyerjen azzal, ha az intézmény tanulmányi követelményeit teljesíti. És azt hiszem, hogy ebben a belügyi rendészeti fakultációs képzésünk elég jó helyen áll, hiszen nagyon sokan folytatják tanulmányaikat rendőrségi pálya felé, és a Debreceni Egyetemen is vannak tanulóink, akik főleg a felsőfoki műszaki informatikai képzés folytatásaként mennek Debrecenbe, és talán egyik legnagyobb arányú elhelyezkedést a gépésztechnikus képzésünk biztosítja, ahol nemrégiben megkerestek bennünket, mert olyan címeket kértek volna, ahol egykori végzett diákjaink, tehát gépésztechnikus diákjaink laktak, és hát sajnos hiába kerestük őket, illetve nem sajnos, mert munkájuk van, és nem tudtak tulajdonképp munkát vállalni. Tehát erre van kereslet. Akkor el lehet helyezkedni, igen. Hogyha önöknél végeznek. Mostanában sokat lehet arról hallani, hogy lehetséges, elképzelhető, fölvetődött a gondolat, hogy majd egyszer vissza újra bevezetik az iskola köpenyek használatát. Önnek mi erről a privát véleménye? Bizonyos mértékig biztosan van ennek jó oldala is. Azokat a versenyeket akadályozhatja vagy csökkentheti, amelyek esetleg bizonyos tanulók között kialakulnak, jobban öltöznek, divatosabb dolgokat használnak, egyfajta divatbemutatót tartanak az iskolában. Őket visszaszorítja, hiszen nem mindenkinek van erre lehetősége. Valamint azért is, mert azért ez mégis egy egységes jellegű védőruhának is alkalmas öltözet, de hogy igazán bevezethető-e, azt majd akkor tudjuk meg, hogyha kipróbáltuk és alkalmazásra kerül esetleg ez a új szabályzat. Van-e még önöknél ilyen kötött házi rend? Mondjuk én emlékszem, amikor mi iskolába jártunk, akkor voltak bizonyos előírások, miniszoknyában nem járhattunk, nem lehetett nagy műkörmünk, nem lehetett hajat festeni, tornaórán le kellett venni az ékszereket. Van-e ilyen megkötés még az iskolába, illetve betartatják-e? Van ilyen megkötés, de lényegesen kisebb ennek a jelentősége. Elsősorban a munkavédelmi szabályok megtartására korlátozódik. Nyilván az adott területen, mit tudom, egy informatikai képzésben a hosszú műkörmök akadályozzák a munkát, vagy egy forgácsolásnál, vagy egy hegesztési műveletnél az ékszerviselését a munkavédelmi szabályzat is tiltja. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknél egyértelműen be kell tartatni, a többinél pedig ott már az válogatja, hogy mennyire viszi valaki túlzásba ezeknek a eszközöknek a használatán. Egy picit engedjen bennünket betekinteni az idei munkatervükbe, milyen rendezvényekre, programokra készülnek. A hagyományos rendezvényeinket rendezzük meg ebben az évben, de természetesen, mint minden évben, ebben az évben is kiegészül ez olyan jellegű egyéb rendezvényekkel, amik alkalomszerűek és csak egy-egy évre, tanévre jellemzőek.
Ebben az évben október 5-6-án a szokásos megemlékezésen kívül Zilaki általános iskolának a tanulóit fogjuk fogadni, akiknél egyébként tavaly az elmúlt tanév második felében mi is jártunk, és később a Szent Annai napok következnek, ez egy hét múlva, ez egy háromnapos hagyományos iskolai rendezvény. A november közepén az ismerkedési est következik, amely szintén hagyományos rendezvényünk, és akkor lesz a beiskolázási célokat szolgáló nyílt napunk is. A decemberi kollégiumi karácsony következik, januárban, február elején a szalagavató ünnepségünk, és ezt követően pedig az Avram Herskó Országos Természettudományi Verseny megkerül megrendezésre, ez a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon. Később pedig jön a nyugdíjas tanáraink köszöntése, majd a vallogási ünnepséget és a tanévzárót fogjuk megrendezni, és ezzel a diákokat is érintő része a tanév programjainak véget ér. Hát úgy látom, hogy bővelkednek programokban, rendezvényekben a 2012-2013-as tanévben a tanuláson, az oktatáson kívül is. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sikeres tanévet kívánunk, és jó munkát az egész tantestületünknek. Köszönöm szépen a jó kívánságot és a meghívást is. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!